felak. Jó. De még sokkal jobb lenne, ha még máshova is eljönnél. Hová gondolod? Van egy nagyon jó barátom. Hát te, miért nem a te lakásodra megyünk? Nős vagy, és az anyucit kidobva beállítasz egy csajjal. Nem vagyok nős, csak még nincs berendezve a lakásom. De egy cseszlony azért csak van. Erre a célra a padló a legalkalmasabb. Mert onnan nem lehet leesni, mi? Tájékozott a kis Esztike. Részt vettem már egy-két munkamódszer átadáson. Akár stahanovista is lehetnék. Te. Na, nem nyulkálunk, Emilkén meg balhé lesz. Mindenki ide néz. Látod? Hadd irigykedjenek. Miért nincs berendezve a lakásod? Mert még csak a minap neveztek ki igazgatónak. Ne beszélj! Te igazgató vagy, Emil. Hát akkor te káder vagy. Pobedával jársz, mi? És hol vagy te igazgató? Egy kőbányában. Kőbányában. Hát jobb lett volna egy aranybányában, mi? Azért a kőbánya se rossz. Izgalmas vagy, Esztike. Klassz. Én úgy szeretem, amikor ilyeneket mondasz nekem. Köszönjük szépen. Mert tudod, ha egy aranybányában lennél igazgató, akkor mindenféle aranycuccokat vennél nekem. Karkötő, gyűrűt, meg ilyeneket. De így meg, az nekem egy kiló követ. Most hallom, drágám, Neandertalján, pár év előtt még tudod, mi volt a divat. Kis villakő volt, könnyakkendő volt, képzeld, hogy állt a nőn egy olyan kőkabát, kőcipők, no meg a kőruhák. Ondulált fején a kőkalap, a haja tönkre ment minden nap. Jó van, megyünk lassan, megyünk lassan. Ne siess úgy, Emil! Lekésed a pobedát, hánykor indul a kőbánya? Ezt a számot még megvárjuk, mert kajolom a zongoristát. Meg szentimentális vagyok. Ezt a számot még megvárjuk, teljes kis bányarim. Te kőbányari! Fizetni szeretném. Gratulálok. Köszönöm. Mondtam neked, hogy személyre szól. Szeretném, ha velem jönnél. Milyen minőségben? Mint tudományos munkatárs. Átjöhetnél hozzánk az intézetbe. 10 éve vagyok ebben a kórházban. Nem akarom itt hagyni a betegeimet. Különben sincs érzékem a tudományos kutatáshoz. Túlságosan elbont. Csak nagyon áttételesen érezni az embert. Azért még eljöhetnél velem Párizsba. Mint a feleségem. Ezért jöttél? Ezért. Meg szerettelek volna látni munka közben. Néhány napra fel vagyok a Mátrában. Pihenni egy kicsit. Csókolom, Marika, már bezárt? Főorvos úr. Csak nem zárt be. Ó, főorvos úr, magára bármit szívesen. Köszönöm szépen. Mit enne? Hát, ami van. Tejföld? Remek. Tessék. Hagyja csak, Marika, ne fáradjon. Ó, főorvos úr, ez nem fáradtság. Jó étvágyat. Köszönöm. Rossz bőrben van. Gondolja? Miért nem vigyáz magára? Csak nem szerelmes? Mondja, Marika, magát hogy kérte meg az ura? Az attól függ, melyik? Hogy. Több volt? 2. Az első az virággal jött, vasárnap délelőtt. A feje vörös volt, mint a ráké. Szólni sem mert.
A másik meg azt mondta, mit hagyod magad ütni attól a részeges hülyétől? Add be a vállást, aztán összeházasodunk. Gyerek nem volt. Miért nem mentem volna? Az ember azzal éljen, akit szeret. Csak azért, mert valamikor a pap összekötötte a kezünket, nem? Dehogy nem. Magának volt már egy gyűrűje? Még nem. Legény ember, magája a világ. Az enyém. Csak tudnám, hogy mit kezdjek vele. Hogy állnak? Döntetlenre. Poltavai elvtárs keresik. Telefonon? Nem. Személyesen, egy hölgy. Tessék csak jönni. Lizike! Ó, főorvos úr, milyen kedves, hogy tárkarokkal fogad. Csókolom, Lizike. Köszönöm a fuvart. Na, mit szól, milyen fes dolog volt tőlem. Tudtam, hogy nagyon fog nekem örülni. Parancsoljon. Ádám. Tessék. Több lelkesedést, több repesést vártam volna. Igazán nagyon kedves, de erre én nem számítottam. Nekem programom van. Itt? Képzelem. Na, ez az. Parancsoljon. Köszönöm szépen, de én nem érek rá. A viszontlátásra. Csak nem sért meg. Bocsásson meg, Lizike, de ez egy állami üdülő. Itt nincsenek vendégek, és nincsenek házigazdák. Itt mindenki beutalt. Na jó van, ne álljon itt az ajtóban, jöjjön, meghívom egy pohár dzsinre. Köszönöm, nem érek rá. És később? Később se. Én minden programomat lemondtam. Beutalót szereztem. Lerohantam maga után. Maga pedig megsért. Könyörgök az Isten szerelmére. Én nem akartam magát megsérteni. A vacsoránál találkozunk. Egyenjogúság van. A nő is megmondhatja. Ha szeret. Nem? Természetesen. Hát akkor... Persze, hogy megmondhatja. És ez nagyon tiszteletre méltó. De bocsásson meg, most el kell mennem. Kezi csókolom, Lizike. Tessék mondani, mikor megy a legközelebbi busz? Hová? Mindegy. Hát, ha mindegy, akkor siessen a főorvos úr. Mindjárt itt lesz az EGRI busz. Az üdülő előtt áll meg. Igen, kösz. Viszont látásra, főorvos úr. Csókolom, Marika. Főorvos úr. Nem keresett senki? Tudom, a senki. Kár, posta? Biztos betették a szobájába, ha jött. Köszönöm. Gyere, fiam, kóstold meg. Jó? Finom. Nagyon finom. Majd én megterítek, jó? Jó, teríts meg.
ide. Ide. Na. Ó, igen. Hát, Ágneske, hogy van? Köszönöm, megvan. Mondd meg neki, fiam, hogy megkaptam az orvosságot. Köszönöm szépen. Majd felmegyek hozzá ellenőrzésre. Megmondom neki. Amit látom, szépen megvan, Ilon néni. Igen, megvagyok. Csak tudod, fiam, a nyugdíj. Annyi szolgálati év után havi 500 forint. Nyilván ennyi jár 5 év, az utolsó 5 év átlaga alapján. Valószínű. De most megindult itt valami a bányában. A mintakészítés? Igen. Hát az ősszel már nagyon nehéz volt az embereknek a rendelet miatt. Milyen rendelet miatt? Becsukták a bányát. Nem lehetett művelni, vagy ráfizettek, az vagy... Az bizony meg lehet. Az ilyen kis bányák nem fizetődnek ki. Még nem fizetődnek ki? Biztosan nem lehet a bányát az adott körülmények között fejleszteni. Ezért nem érdemes investálni. És ezt éppen te mondod? Ez az igazság. Drágán termelnek. És mi legyen az emberekkel? A TSC kicsi. A föld rossz. Az idősebbek nem tudnak elmenni munkát keresni. Ilon néném, globálisan... Az ország érdeke. Mindig globálisan, ezt mondták Pesten is, a Jakli Vincének. Keresett téged, csak te külföldön voltál. De Jani, ez a Jakli Vince egy belevaló gyerekám, ő most itt a pártitkár, mint te voltál annak idején a mezőgazdaságiban. Nem tudtam volna csinálni semmit. Nem az én területem. De Jani, ez a Jakli Vince nem akárki. Ennek az apját csendőrök verték agyon. A Jóska bátyádat... Tudom! Persze, hogy tudom. Ezek az emberek megszenvedtek a demokráciáért. Ezeket nem lehet csak úgy elintézni, globálisan. Ilon néném. Józsi bátyám. Öcsém. Jancsiká, szervusz. Hát, mi árad van nálunk? Pár napra jöttem csak. Sok volt a bajokból. Hát, abból itt is van elég. Na, Isten hozott. Addig maradhatsz, ameddig csak kedvet tartja. Különben is örülök, hogy újra itt vagy. Úgyis beszélni akartunk veled. Igen. Ilon néni már beszélt a bánya dolgairól. Igen. A bánya. Vince felvitte a tervezetet. Néte, megtárgyaltuk, jóvá hagytuk, a mintakészítés az is hozzákezdtünk. A teljesség keretében menne a dolog. Hiába kerestünk téged. Az előadó pedig nem volt hajlandó a fülére hallgatni. No, Vince, nem szeretem ezt a destruktív hangot. Én meg nem szeretem, ha a régi melósból új urat csinálnak. Nem a hivatal tart el minket, hanem mi tartjuk el a hivatalt. Öntudatod az van. Igazságom is van hozzá. Amiből csak arra futja, hogy maszek bányát akartok nyitni. Ez nem maszek ügy. Ez 200 ember ügye. És a TSC-hez fog tartozni. Bányászat nem a TSC dolga. Az foglalkozzon a mezőgazdasággal. Hát, Jani, fiam, ezért kár volt idejönnöd.
Mi azt hittük, hogy segíteni fogsz majd nekünk. Szívesen, Józsi bátyám, de előbb megnézem, mibe lépek. Van már nekünk képviselő Budapesten. Ki az a képviselő? Hegyile Ödön nevezeti. Ő dolgozta ki a tervezetet az egészről. Hogy csináljuk, mit csináljuk. Meg a társa, Palánka Emil. A somosi kőbánya újbóli termelésbe állításához gazdasági okokból nem járulok hozzá. A vonatkozó tervezetet mellékelten visszaküldöm. Főosztályvezető. Nesze! És most mi lesz? Semmi. Abba adjuk. Idióta. Belerángottál ebbe a marhaságba. A tervezet igenis jó volt. Csak ez a mocskos banda. Ezek a banditák. Egy jó osztályvezető el tudja vágni az embernek a torkát. Hát én ezt az osztályvezető elvtársat ki fogom nyírni. A belét ki fogom ontani, érted? Azt kellett volna még 44-ben géppisztolyjal. Igaza volt Szűcskománnak. Rendben van. Nekem géppisztolyom nincs, de oda megyek és kinyírok közülük egy párat. Ezen ütél! Rákozidáró bajba kerülni! Emil! Emilio! Emil, gondold meg! Ez a munkád és ez a szerelési munkás is olyan rossz! Maradj nyugodtan, nyugalom! Nyugalom, Emilio! Ne csinálj őt! Várj, majd mindent megbeszélünk szépen! Úgy maradj nyugodtan! Nyugodj meg! Ezt a gyerekbe segíts! Emil! Emil, kérlek, nyugodj meg! Nyugodj már meg! Tudd a fejét! Mondjál már! Most mit veszedsz el velem, Szívi? Na, hát most miért csinál puszit a jóvá, meg fogsz elnyugodni! Ne legyél már ilyen utálatos, Emil! Na jó, így jó lesz, csak ne add ezt a csúnya hangot, jó? Na, hát hadd már abba! Mondom, hogy fel fogsz idegesíteni, Emil! Húzd fel az inge ujját! Így, ez fájni fog neki. Úgy. Vigyük a szobába. Befucsolt az egész. Mi? Nem, csak a bánya. És a kőbányarém kinyúl? Á, nem, majd megnyugszik. Kapott egy idegrohamot, nem csodálkozom. Most alszik az injekciótól. Pedig már úgy beleéltem magam, hogy majd én főzöm a kávét a TSC-ben. Most mi a frászt csináljak? Amilyen hülye vagyok, engem is mindenki átver. Nézd, Esztikém. Nézem-e, Ödöm? Na, halljuk a szöveget. Neked is tetszem. Te is meg akarsz kettyinteni? Mi? No, hát nem ilyen egyszerű. Ugyan? Ismerem én a férfiakat? Dehogy is ismered. Rólam például nem tudtad, hogy én orvos vagyok. Jé, ez nem látszik rajtad. Azt hiszed, hogy az úgy látszik, mint a nőknél a más állapot, mi? Szóval orvos vagyok. Csak eltiltottak az orvosi gyakorlattól. Rossz orvos voltál, mi? Rossz politikus. Megjelent egy amnestia rendelet. Megint dolgozhatom, mint orvos. Nyithatok magárendelőt is. Ha akarsz, ha van kedved, itt maradhatsz. Kitanulod a nyilvántartást. Még képesítést is szerezhetsz. És Emilio, vele mi lesz? Emilio szabad ember, oda megy, ahova tud. Te, nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak ezzel az Emilióval. Ez egy bárszerencsés fickó, mindenkire bajt hoz. 44-ben alig, hogy átvették a hatalmat, már is összeomlott az ország. Nem ér semmit a szerencsétlen. Szegény. Pedig mennyit szöveget, hogy ő milyen nagy fiú. Hogy villája van a Schwab-hegyen. Doktor Zsille Ödön. Lehet, hogy én még doktor Zsille Ödönnél leszek, mi? Na, ezt így, nem is ne galoppírozd el magad. Te Ödön, ha én egyszer valamit a fejembe veszek. Drága Esztikén, amit a fejünkbe veszünk, az vagy úgy van, vagy nem. Ha te nem ismered az én fejemet. Bár, mit lehet tudni? Te itthon vagy? Nemrég értem haza. Nem túl gyakran találkozunk mostanában.
Az életem úgy látszik kiküldetésekben telik el. Koncerten voltál? Nem, az operában. Orlaékkal. Ágnes, beszélnünk kell. Ideje volna már, hogy erről az egészről, kettőnk viszonyáról, a gyerekről. Már annyiszor hozzákezdtünk, és mindig veszekedés lett belőle. Hát, ha lehetne még segíteni rajtunk. Tudod, valahogy minden összezavarodott, szétesett az elmúlt években. Pedig ilyen jól indult. Nagyon sajnálom, Jani. Nem azt keresem ki a hibás. Olyan ez már, mint egy eltört cserépedény. Söpörjük ki a cserepeket, és kezdjük előről. Nézd, Ágnes, most minden forrongásban, megújulásban van. Az életben is, a pártban is. Megváltoznak a dolgok. Újra értékelődnek a viszonyok. Miért ne lehetne így a mi életünkben is? Nem hiszek benne, Jani. Te nem hiszel a megújulásban? A társadalom újjászületésében? Te? Az orvos? A társadalom meg tud újulni. Abban nem hiszek, hogy mi ketten újra kezdhetjük. Ezt nem lehet egy új kormányprogrammal új alapokra helyezni. Mi is megváltoztunk, Jani. Nem csak a körülmények. Én nem változtam meg. Akkor se, hogyha nem az általános mezőgazdasági öntödőjében dolgozom. Még ugyanúgy érzek, mint akkor éreztem. És nekem ez a mi mostani állapotunk. Ez valami rettenetes. Ágnes, nem érted? Nem érted? Vagy nem akarod megérteni? Engedj el. Nem engedlek el, a feleségem vagy. Nem vagyok. De igen. Engedj el, nem szeretlek el. Nagyon szépen kell, kérlek. Erővel. Nem szeretlek, én Jani! Szeretek, nem minden... szeretlek már! Szeretek valakit. Van valakid? Igen. Kívánok. Jó napot kívánok! Csuti főmérnököt keresett, bán van az irodában. Köszönöm. Ágnes? Beadtuk a vállópert. Végleges? Most már semmi nem lehet változtatni. Az utóbbi időben állandóan marakodtunk. Olyanokat mondtam, hogy most is szégyellem magam. És ő? Azt mondta, hogy már nem szeret. Engedjem el, nem akar többé velem maradni. Most tetszem rá Ágnest azért is, hogy nem kísértem el, amikor kis Jali született. Nem kísérted el? Nem. Nem hívott. Falun, amikor szülnek a nők, elkergetik háztól a férfiakat. A 7. határba. Azt hittem, neki is kellemetlen lesz, hogyha vele maradok. Úgy látszik, megmaradtam parasztnak. Azt sem kérdeztem meg tőle soha, hogy akarja-e, hogy öleljen. Hát, ha nem akarta. Azt hittem, hogy ha én boldog vagyok, akkor ő is. Jani, segíthetek valamiben? Rajtam nem. De nem is azért jöttem. A Somosbányai ügyről van szó.
Tudod, hogy nem engedélyezték a bánya megnyitását. Tudom, tudom. Valahogy mégiscsak segítenünk kellene az ottaniakon. A TSC nagyon gyenge, rossz adottságokkal. Nincs munka, sok a felesleges munkaerő. Valamit tennünk kell, mert különben lázadást törhet ki. Ahol mi valami marhasságot csinálunk, az ellenség rögtön megjelenik. Látod, nálunk is. Palánkai Zsille. Volna nekem egy ötletem. Na mondd, kivel? Nem lehetne egy kisebb üzemegységet Somosbányára telepíteni? Nem lehetetlen. Szerelőrészegység, később alkatrészgyártás. Én vállalom a vezetését. És a minisztérium? Kérni fogom az áthelyezésemet. Néhány alkatrész megmunkálására, összeszerelésére alkalmas, körülbelül 200-300 főt foglalkoztató gyárrészleg Somosbányán. Nem rossz. Balázs! Igenis? Azt ígérted, hogy megvársz. Hát persze, hogy megvárlak. Szerbusz. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Majd sietek vissza. Szia! Még most sem akarom elhinni, hogy ilyen nagy fiad van. Olyan vagy, mint egy kislány. Amióta István meghalt, nem volt senki. Ó, egek, micsoda romlatlan korban élünk. És még azt mondják, kiveszőben van a romantika. Mással voltam elfoglalva. Fáradtságos dolog az országjárás. Nem iridlem Mátyás királyt. Ha jól meggondolom, többször is agyonvertek volna, ha nem vagyok áruhában. És én akkor most kit szeretnék? Először is ott hagyod a szabadságot. Nagyon szerettem, amit csináltam. Persze nem a panaszfelvételi irodán. Elvették tőled a hivatásodat. És ez a legnagyobb gazság, amit egy emberrel tehetnek. Majd, ha teljesen magamhoz térek, adok én nekik. Őszi elvtárs kapja az első cikket tőlem. És tudod, mi lesz a témája? Te leszel a riportalany. Lemegyünk békésbe. Nem. Nem megyünk sehová. És én nem leszek riportalany. De igenis leszel, és nem, kész. Nem leszek. És te sem fogsz az ellenkező végletbe esni. A riportól még nem támad fel senki. Legfeljebb az indulatok. Az meg minek? Ó, te, mindig kifogom az ilyen álmodozó humanistákat. Amikor esik, nem lehet észlelni? Remélem, nem fog esni. Ha esik, nem lehet kinyitni a kupolát. Tönkre menne a távcső. És akkor nem tudnánk észlelni. Foglalj helyet! Hátra is lehet dőlni, sőt, egészen le lehet feküdni a távcső alá. Most figyelj! Na. Most beállítok neked valamit. Nézd bele abba a csőbe. A csillagászok egyetemre is mennek? Persze. Mind matematikus vagy fizikus. Most mit látsz? Fényes ködöt. Nagyon halványan. A Marsot látod. A Marsot? Igazán? Igazán. És most megmutatom neked az Orion ködöt. Orion köd a mi tejútrendszerünkhöz tartozik. Ezer fényévre van tőlünk. Tudod, mennyi az? Honnan tudnám? Amikor a tatárok elpusztították Magyarországot, ez a fénysugár
Már úton volt. Anyu, ez a Balázs jó fej. Igen, örülök, hogy tetszik neked. Aludj jól. Nézd, te vagy a család egyetlen férfi tagja. Beszéljünk egymással, mint férfi a férfival. Én nagyon megkedveltelek téged. Én is téged. Ennek örülök. És eléggé kedvelsz ahhoz, hogy mondjuk elfogadj apádnak? Igen, te nagyon rendes vagy. Akkor engedd meg, hogy tisztelettel megkérjem tőled édesanyád kezét. A tied. De azért kérdezd meg őt is. Ha nem akarja, majd te segítesz rábeszélni. Ez egyébként azt is jelenti, hogy hozzátok fogok költözni. Van hely bőven. És én szeretnélek téged örökbe fogadni. Akkor engem is Iványinak fognak hívni. A világon semmire sem akarlak kényszeríteni. Azt viszont el kell döntened, hogy fogsz engem nevezni. Apunak, bácsinak, vagy esetleg a barátodnak? Barátomnak, Balázsnak. Ebben a levélben az áll. Különböző illetlen szavak kíséretében. Hogy dr. Csaplár Ágnes Poltavai Ádám főorvossal államköltséget kiutazásra készül Párizsba. Holott nem is tudós, mégis tudós kongresszusra megy. Poltavai doktort is feljelentették. Igen? Tudja, főorvos úr, eddig nem sok alkalom adódott Párizsba utazni tudományos szimpoziónra. Sok kezügyben az Ellen Drucker. Miután az ügy valóban orvosi etikába ütközhet, a legszigorúbb vizsgálatot fogom elrendelni. Miután visszajöttek a kongresszusról, és részletesen beszámoltak nekem arról, ami ott történt. Már megbocsáss, de én nem csináltam titkot abból, hogy Párizsba utazom. És azt sem titkoltam el, hogy dr. Csaplár Ágnest viszem magammal. Persze, természetesen. De mi úgy gondoljuk, hogy a feljelentést mégiscsak meg kell tárgyalni. Majd megtárgyaljátok akkor, ha visszajöttünk. Az utat nem lehet elhalasztani. Egyébként majd fegyelmit kérek magam ellen. Ugyanakkor feljelentést teszek ismeretlen személy ellen rágalmazás miatt. Ne fogd így fel a dolgot. Végtére is valóban merülhetnek fel kétségek. Miféle kétségek? A meghívó az én nevemre szól. Két személyre. Az úti költséget magam fedezem. Párizsba is vissza. Poltavai elvtárs, amennyiben elzárkózol attól, hogy részt vegyél a vizsgálatban, bevonatjuk az útleveledet. Akkor a miniszterhez fordulok. Ebben az ügyben a miniszter elvtárs is minket fog támogatni. Thank you.
kiabáljon, asszonyom. Palánkai maga az? Mit akar ezzel a pisztolyjal? És honnan tudta, hogy ott van a cél? Jártam én már itt, nagyságos asszonyom. Egyedül van? Igen. Csak azt nem tudtam, hogy üres. Azaz, hogy hol van, ami benne volt. Nem volt benne semmi. Az uram még 44-ben kiürített. És elásták Tatár György úr segítségével. Igen. És most hol van? Mi? Amit akkor elástak. Még a háború alatt kiásták és elvitték innen. És mit tetszik gondolni, ki ásta ki, és ki vitte? Fogalmam sincs. Tudja, hogy háború volt. Itt ment el a front. Biztosan a szomszédok, akik a többi villát is kirabolták, azok vitték. Hát, persze. Ezek a szomorú tények, nagyságos asszony, ugye? A történelem vihara. Csak hogy azt, amit Römer doktor úr a kertjében elásott, nem az oroszok vitték el. Nem a németek vitték el, de még csak a szomszédok sem. Az Tatár György úr ásta ki, és vitte el. Ugyan már mit beszél? Gyuri a férjem legjobb barátja volt. Ő mentette meg az életét, meg az enyémet. Sajnos a nagyságos asszony nincs eléggé tájékoztatva az eseményekről. Én láttam, amikor Tatár úr kiásta és behozta ide a házba. Ez nem igaz. Hogy nem igaz. Együtt akartunk nyugatra menni. De Budapestet az oroszok gyűrűbe fogták, és nem tudtunk kijutni. Ez így igaz. Nem hiszem el, amit mond. Többször is eljárta a gestapónál, hogy Arnoldot kimentse. Miután ő vitette el a gestapóval, előzőleg a megboldogultat. Tudnilik, ő állította össze a névsort, hogy kiket kell lefogni bizonyos területeken. Nem. De. Ez nem igaz, miket beszél? Azért gondoltam, hogy mégiscsak kicsit igazságtalan a sorstól, hogy én 8 évet töltöttem börtönben semmiségekért, amíg a cégvezető úr dúskál a vagyomban, feleségül veszi az özvegyet, a villát. Rejtegeti az aranyat. Igen, itt nyomorgok. Arra gondoltam, nagyságos asszonyom, hogy megkeressük azt az aranyat. Gyuri bátyám maradjon szépen itt, a villában, a feleségével. Én meg megkapom azt az aranyat. Hol az az arany? Nem tudom. Fogalmam sincs. Gyuri nekem erről az egészről semmit nem beszélt. Hát tetszik látni. Ezt elhiszem. Hát akkor együtt fogjuk megkeresni. Megvárjuk szépen Tatár urat. Ő meg majd elmondja nekünk, hogy hova tette Römer Arnold igazgató úr aranyát. Azt hiszem, a felesége élete megér neki ennyit, nem? Kimehetek? Rosszul vagyok. Tessék parancsolni. A fokost! Ne! Egyetlen rossz mozdulat és agyonlövöm a feleséget. Mit akarsz? Előhozod a Römer-féle aranyat. Nincs semmiféle. Ne hazudj! Esküszöm, Emil, nincs semmiféle arany. Kérje maga is. György, nincs semmi értelme. Hozd elő az ékszereket. Hallod, György? Ott van a táskámban.
Na, tedd oda a táskámba. Jöjjünk oda. Gyerünk! Okosabb lett volna elfeledni, ahogy ajánlottam. Nem fogod elvinni! Nem mozduljon! Szervusz, Esztike. Szervusz, engedj be. Mehetünk, Esztike. Minden rendben van, most már nem kell félni. A város még nincs körülvéve. A tábori csendőrök utat vágtak. A ruszkikat megállították a németek. Ezért siessünk. Itt van, amit ígértem. Nézd meg, mit hoztam. Most már mindent meg tudunk csinálni. Mindent. A gyárat már kitelepítették. Tatár is akart jönni, de itt kell hagynunk mell előttem. Muszáj volt. Na, lenn már az autó. Miféle autó? A cégé. A nemzetvezető mentesítette a bevonulás alól. Jön Zsille is, hozza a rádiumot. Lehet, vagy 10 deka. Megér 1 milliót. Gyere, gyere, sír, csomagolj. Ne hozzál sok mindent. Majd odakint veszünk mindent. Én vagyok az igazgató. Engem nevezett ki a hungarista tanács. Én addig itt maradok őrségben. Jó, jó. Jól van, Emilio. Nagyon klassz vagy. Látod, mégis van neked aranybányád. Te, én mindjárt láttam, hogy nem vagy te akárki. Na, várj meg itt, jó? Jó. Csies. Esztike! Esztike! Eszter! Figyelem, lakótársak! Vigyázzat! Fegyveres betörő van a házban! Az 5. emeleten! Beszállt a liftbe! Megy lefelé! Aha! Szegény Emilio.
Rizike? Legyen szíves átjönni hozzám. Parancsol, főorvos úr. Bocsásson meg, Rizike, hogy ide fárasztottam, de kaptam egy levelet, amelynek a tartalma magát is érinti. Névtelenül följelentették magát nálam, hogy maga névtelenül feljelentett engem a felsőbb hatóságoknál a párizsi út miatt. Na már most, amennyiben a névtelen levélíró igazat írt, és maga írta ellenem a névtelen feljelentést, úgy megkíméletem magát egy fegyelmi úton történő elbocsátástól. Amennyiben önként távozik az intézetből, amire én megjövök Párizsból. Igen, én vagyok. Nagyon örvendek. Itt Kemenes Tibor. Tibor! Ágnes, drága, olvastam a nevét az újságokban, hogy maga is itt van, Poltavai Ádámmal. Jézus Mária, mit keres maga Párizsban? Úgy tudtam, hogy Londonban telepedett le. Mondja, nincs kedve beszélgetni velem egy kicsit. Nagyon szeretném látni magát is, Ádám barátomat is. Örömmel. Hol? Itt a Lafayette áruház oldalánál van egy kis presszó. A Pulkoapá. Ötletes. Miért ne? Maga most is gyönyörű. Fiatal. És milyen elegáns. Amikor utoljára láttam a pesti nőket, még a háborús divat szerint jártak. Már a Lóden is kiment a divatból. Sohasem járt Párizsban? Hogy jártam volna? Most kezdenek bennünket először kiengedni nyugatra. Mit iszik? Egy White Lady-t? Már meg is rendeltem, utólagos beleegyezésével. Köszönöm. Egészségére, Tibor. Egészségére. Mit csinál maga Párizsban? Magántitkára vagyok egy akfrancia grófnő. Na ne tréfáljon. Miért ne? Azt hiszem, születésem óta erre vágytam. Ő méltósága 70 éves. Délelőttönként elintézem a levelezését, este színházba vagy hangversenyre kísérem. Időnként társasági pletykákat szállítok neki. És a maga londoni nagyszerelme? A Römer lány. A Rika. Nagyon oda volt érte. Ő már nem volt annyira oda érte. Látom, jegygyűrűt hord. Hogyan viseli a házasság szent kötelékét? Köszönöm, éppen válok. A pártitkár úrtól? Már mérnök. Hát, ha 47-ben nem szököm meg, az ő jó voltából még mindig ülnék. Nem akar itt maradni? A hétvégén megyünk haza. Csodálatos. Hiszen akkor még udvarolhatok magának. Purkapa? Igen. Miért ne? Carpe diem. Carpe diem. Milyen szerelmes voltam magába. Minden találkozásunk előtt gyomorfájást kaptam. Maga volt az én első, soha el nem múló halálos nagy szerelmem. És nem múlt el? De igen. De az emléke nagyon szép. Köszönöm magának, Tibor. Holnap megyünk Kámba. Megmutatják nekünk a Rivierát. Akkor addig megmutatom maguknak Párizst. Nagyon szeretném megölelni Ádámot, tudja? Együtt vészeltük át a háborút. Már is megölelheti. Szervusz! Szervusz! Thank you.
Szervusz. Engedd meg, hogy ezt a virágot átnyújtsam neked. Mennünk kell? Már is. De annyi időnk azért még marad, hogy ismételten megkérjem a kezed. Akarsz a feleségem lenni? Engedd meg, hogy erre csak otthon válaszoljak. Olyan friss még minden. Bocsánatot kért. Bocsássam meg, hogy nem tudod boldoggá tenni. És te? Én is bocsánatot kértem. Nem tudtam úgy szeretni, hogy megérdemelte volna. Nem voltam hozzávaló feleség. Sajnálom a ketté tört életét. Mert nem sikerült a házassága? Nem. Túlzottan belebonyolódott a politikába. Politika? Magyarországról mindenféle zavarosat írnak a lapok. Állítólag mozgolódások voltak az egyetemen. Ugyan? Mi nem mozgolódtunk diákkorunkban? Megalakult valami Petőfi kör. Majd otthon meglátjuk. Nézd, én nem akartalak siettetni. Csak azt szeretném, ha minél előbb hozzám tartoznál. Halló? Oui, monsieur. Merci. Mennünk kell.